Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás. Mi tükröződik számodra? Egy tükörkép jóslás. Ez egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy hozzád is szól, hiszen nincsenek véletlenek. Ezért találtál ide hozzám. De ha szeretnél egy személyes jóslást, erre is megvan a lehetőség. Mint mindig, minden jóslásnál a díjam 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, mi tükröződik itt ennél a jóslásnál. Itt láthatóak a te kártyáid, veled szemben, mint egy tükörkép, az ő kártyái. Először megnézzük a te képeidet, mégpedig a te jelenlegi helyzetedet. Ez itt középen látható. A négyes szám mindkét képnél utal arra, hogy mennyire fontos most számodra a biztonság érzete. Az anyagiak területén, a munkát illetően, de a párkapcsolatban is. De mégis itt látható ennél a képnél, hogy benne vagy egy szűkös helyzetben, ahol nem érzed jól magadat. De megvan rá a lehetőség, sőt a siker is, hogy kilépj ebből a kapcsolatból vagy helyzetből. Itt megvan a győzelem. Ezen a képen látható, hogy ő átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet. És a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket, tehát érzelmekkel közeledik hozzád, de te zárkózott vagy, nem veszed észre. Persze fordítva is lehet, hogy te nyújtod át ezt az aranykelyhet, és ő olyan zárkózott, és emiatt vagy benne ebben a szűkös helyzetben. Most megnézzük nála az ő jelenlegi helyzetét. Itt is a kelyhekről van szó, tehát érzelmekről. Nála megvan ez a vágy, ez a kívánság, hogy legyen egy szép családi kapcsolat, vagy tervez egy közös jövőt. De itt látható ez a sebzett szív. Ő vagy megsértődött, vagy vannak nála olyan emlékek, ami tele van könnyel. És mivel így van, hogy a szíve sebzett, előfordulhat, hogy nem mer közeledni hozzád. Egy lépést előre, kettőt hátra. Most visszatérünk a te kártyáidra. Itt felül ez a két kép jelent a te gondolataidra vagy terveidre. Itt vannak emlékek a múltból. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, visszatér hozzád, vagy nálad jelenik meg ez a gondolat, hogy keresed valakivel a kapcsolatot a múltból. Itt ez a kard a tiéd, kezedbe veszed ezt a kardot, ami jelenti a levegő elemét. És ez utal a könnyűségre, hogy bizonyos dolgokat eltávolítasz az életedből, ami eddig olyan nehézkes volt. Amit a kard, illetve a levegő eleme még jelent, ez a kommunikáció. Hogy meg kell bizonyos dolgokat beszélni, ami a múlttal áll összefüggésben. Nála az ő gondolataiba megjelennek itt ezek a kártyák. Valami szomorítja őt. Vannak nála álmatlan éjszakák. De ez elmúlik, hiszen látható itt a másik kártyán, hogy olyan kis lépéseket tesz, kimutatja az érzelmeit akkor is, ha még egy kicsit bizonytalan. És arra is szüksége van, hogy legyen közeledés, hogy te is kimutasd az érzelmeidet. Itt alul a kártyák jelentik azt, ami még nem látható.
látható. Itt vannak a titkok, vagy olyan események, ami a jövőt illeti, és még nem látható, nem érezhető. Nálad láthatóak itt támadások, kihívások, de legyen meg a bizalmad, hogy ez megoldódik, hiszen a sors kereke, ahogy alakulnak a dolgok, ez szerencsét hoz számodra vagy számotokra. Nála itt látható, hogy nagyon kimerült. Nincs ereje felállni. Nem bízik magában. Itt is látható, hogy olyan húzavona van nála. Nem tudja, hogyan tovább. Nincsenek fontos elképzelések, vagy nincs meg a hite. Nagyon-nagyon bizonytalan, és félelmei vannak. Mivel így érzi magát, tehát nincs jól, lehet, hogy pontosan ez a helyzet lesz ez a kihívás számodra, és te irányítod majd a sorsok kerekét, hiszen te adsz számára életerőt. Mi fűz össze benneteket, ez itt középen látható. Jelent egy irányt, egy új kezdeted, vagy egy közös életutat. Te kezdetben még sok mindent cipeltek, amit el kellene engedni. Mindaz, ami szomorít benneteket, vagy vannak még nehézségek, problémák, azt elengedni, hogy legyen meg ez a felszabadulás bizonyos kapcsolatoktól, vagy egy helyzetből, hogy könnyebben menjen minden előre. És itt fontos az, hogy mindezt megbeszéljétek egymással. Ami fontos, és erőt ad számodra, vagy számotokra, hogy lesz egy új kezdet, lesz bátorság és életerő. Akkor is, ha kezdetben még van ez a nehéz helyzet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!